Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Tóth Szabolcs vagyok, és ez egy Harley Benton ST62-es roasted nyakkal, bár a honlapon úgy tüntetik fel, hogy karamellizált nyakkal, és ez egy klasszikus Stratocaster, a faanyag a nyakban az már egy modernebb eljárással készül, nem tudni, hogy azért, mert magasabb minőséget akartak előállítani, vagy nem volt elég száradó fa, ugyanis a karamellizált nyakat friss fából készítik, felhasználva a fában lévő nedvességet és cellulózt. Látjátok, kluzon típusú kulcsok vannak rajta, amivel engem ki lehet kergetni a világból, kevés belőle ugyanis a jó. Persze az eredeti kluzon az nagyon jó. Pont amit nemrég csináltam, Boldog Csabi féle Sunset gitárokat, azon kluzon kulcsok voltak, és akkor értettem meg, hogy mennyire profi is az. Azzal együtt tudnék élni, de a gyengébb minőséggel, ami egy kicsit olyan lötyögősebben működik, az már annyira nem. Ez azt gondolom, hogy ez még az elviselhetőség szintjén van, de azért, na, én nem ezt választanám. Hagyományos tremoló szerkezet van, 6 csavaros megoldással, nagyon szép felületkezeléssel, ami viszont feltűnt húrcserénél, hogy nincsenek kis vájatok, tehát igazából a húr képes csúszkálni, úgyhogy úgy kézzel igazgattam, hogy nagyjából a húrtávolságok meglegyenek. Ez is egy olcsóbb megoldás, de hát ez van. Túlzottan könnyen jár a hangerőpoti, állandóan elállítottam egy pici mozdulatra is, akár egy negyedet felett elfordul, és éreztem, hogy nem úgy szól, hát azért nem úgy szólt, mert játék közben eltekertem. Roswell pickupok vannak benne, ez ugye a Harley Benton saját pickup márkája vagy brandje. Ennyi pénzért ezek nem rossz hangszedők, de azért kiemelkedőnek semmiképp se mondanám. Tiszta hangszín, hát ezt nem szoktam minden pickup állásban használni, mondjuk nyak pickup. Nyak középső. Középső húrláb. Húrláb. Ez már egy kicsit ilyen drót hangú nekem, nem, nincs teste. Nem rossz, de azért nyilván nem úgy szól, mint egy több százezeres komoly hangszer. Nézzünk crunch hangszint. Oda csavarunk a gainnek. Testelvileg hársfa, könnyű, én nem tudom, hogy valójában miből van, de szerintem megállja a helyét. Utána néztem interneten a Harley Bentonról, a Wikipedián csak annyi van, hogy a Thomann saját márkájaként távol-keleti gyártásban van, és több országban is készül. Nyilván attól függ, hol milyen üzem van, tehát Kínától, Indonéziáig, és még Vietnámot is felsorolták.
Ezen egyébként nincsen országjelzés, hát minek is lenne. 12-es a rádiusz, ami elméletileg jó. Én le kellett ellenőrizem, mutatok valamit. Egy gitárkészítő találkozón kaptam valakitől. Én nagyjából emlékszem, hogy kitől, de nem akarom, hogy rossz tippem legyen. Ez egy négy oldalú faros lemez, vastag, és a különböző rádiuszúakra vannak az oldalai megcsinálva. Én ezzel ellenőriztem, elvileg 12-es rádiuszú, a Deluxe Fender Stratocastereknek van 12-es rádiusza, illetve a modern verziójú gitároknál, az Ultránál és az Elite-nél a Compound rádiuszt vezették be, ami itt a felső fekvésekben egy kicsit domborúbb és laposodik, ahol meg már nagyokat nyújtasz, ott laposabb 14-esig lelapítják a rádiuszt. Tehát egy változó rádiuszt jelent gyakorlatilag. Ugye a áthúrozásnál tűnt fel, hogy fordítva volt rajta a hátsó takarólemez, azt majd visszateszem, most egyelőre még így van. Feszítettem a rugókon, ugyanis gyárilag 9-es húrokkal szerelik, én 10-est jobban kedvelem, azt tettem rá, és nyilván elkezdte felhúzni a lemez, de adtam neki a csavarhúzóval, és ez most már így rendben van. Azt érzem, hogy nem egy rosszul összerakott gitár, sőt azt gondolom, hogy az árkategóriájában szerintem jónak számít, viszont azért lehet érezni, hogy a bundozás az nem teljesen egyenletes és szép, úgyhogy egy pici ráfordítást, figyelem ráfordítást valószínűleg igényel. Na de, hova helyezzük el ezt a gitárt? Ugye a Tommannál most nézek egy mai árat. Nézzük. Szóval ezt a Shellpink verziót, ami egyébként sötétebb, mint ezt gondolná az ember, tehát ne ilyen Barbie árnyalatra, hanem ilyen vintage árnyalatra gondoljatok. Ezt a mai napon 65.590 forintért adja a Tomon, és 6.900 forint a szállítási költség, tehát 7.000 forint. Ezt hozzáadom, az 72.500 durván. És ugye, hogy hova helyezném el? Érdekes lesz, amit mondok, de hiába ez egy jó gitár, nem biztos, hogy ezt választanám, hanem inkább a Jet 450-et, ami már volt nálam, és több videót is készítettem vele, és azért választanám inkább azt, mert az ugyan 110 ezer forint, de jobbak a hangszedői, tehát eleve egy humbuckert ad a hurlá pozícióba, jobban szólnak szerintem azok a hangszedők, ebben Alnico hangszedők vannak, abban pedig keramikus hangszedők, és sokkal nyitottabban szólnak, szerintem az egy jobb hangszedőszet. És azon ugye Wilkinson tremoló van, két pontos, és satus kulcsok. Ugyanúgy rostig nyakkal. És egy picivel szebb testi képzéssel, szegélyezettel. Tehát, hogyha most hozzászámolom, hogy ebben pick-upot cserélek, ha csak 30 ezer forintot ráköltök, akkor még nem vettem jó hangszedőket, hanem valami használt szettet tettem bele, és abból se komolyabb márkát, akkor 100 ezer forint fölé mentem, úgy, hogy még gyengébb tremolom és gyengébb kulcsaim vannak. Tehát emiatt én azt gondolom, hogy ne vegyen ilyet, aki használná is a tremolót, meg aki komoly színpadra menne fel velem, mert nem szól rosszul, de nem is szól annyira kiemelkedően jól, hogy azt mondjam, hogy hűváze. Úgyhogy annak viszont feltétlenül merem ajánlani, akkor mondjuk egy Squire akármit nézeget, mert azzal szerintem összemérhető, és talán egy ányalatta én ezt most jobbnak érzem, elsősorban a rostig nyak miatt. Viszont az a baj, hogy ezt nem tudod kipróbálni. Tehát megrendeled Németországból, kifizeted, és majd otthon derül ki. Míg egy Squire-t bemész, és szinte minden hangszerboltban ki tudsz egy Squire-t próbálni, és ugye az újraeladásnál
Ez megint egy kérdés, hogy akkor mennyit fog érni ez használt piacon, és mennyit fog Esquire érni a használt piacon. Szóval a helyzet bonyolult. Én azt gondolom, hogy jó gitár megfontolandó a vásárlása, pozitív és negatív értelemben egyaránt. Remélem, elég kerek sztorit meséltem nektek el erről a gitárról. Valószínűleg én ezt el fogom majd egyébként adni, és azért fogom eladni, mert sokkal jobb gitáraim vannak, tehát nálam ez csak lógna a falon, és szerintem egy olyan gitáros, aki szereti a strató hangzást, most kezd gitározni, nincs pénze jobbra annak, szerintem ez egy jó vétel lesz. Köszönöm szépen a figyelmet, lassan itt az év vége, úgyhogy még kora ugyan boldog új évet kívánni, de remélem, hogy egy nyugis év végénk lesz. És vigyázzatok magatokra, gyakoroljatok nagyon sokat, és ha van kedvetek, kövessétek, iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm szépen, sziasztok!